Sziasztok srácok, én Tankét vagyok, és a mai videó alanya az KPZ50 T lesz, illetve a Concept B. Ugye most, hogyha a rangsorolt csatákba eléritek a Divízió 2-t, akkor megnyerik a kötvénybolt, ahol mind a kettő tankot meg tudjátok vásárolni 20 ezer kötvényért. És, szeret, és ugye nagyon sok kérdés kapok, hogy melyiket érje igazán megvásárolni, melyiket ajánlom én. Ugye erről szerettem volna nektek egy videót csinálni, de gyorsan még mielőtt még belemennénk a, a videó fő témájába. Szeretném mondani, hogy az előző videóban bejelentett versenyem, amivel technikai problémák voltak, mára már megoldódott, és amikor ezt a videót ö, látni fogjátok, akkor már él a verseny, és tudtok rá nevezni. A linket lerakom a videó leírásába, illetve igyekszem majd a kommentek közé is berakni. Nem kell más tennetek, mint belentkeztek a World of Tanks szakkontotokkal, rámentek a sárga join és már részt is tudtok rajta venni. Tier 8 kell játszanotok, platún, nem platún, tök mindegy, bármilyen tankkal mehettek, random csatákat kell menni, és a lehető legtöbb XP-t kell összeszedni egy csatába, akármennyi csatát játszottok, ugye most 11-től megy, vasárnap 11 óráig, úgyhogy sok sikert kérek mindenkinek, hogy még egyszer mondtam, link a leírásban, és ugye aranyat tudtok rajta nyerni, és láthatjátok, hogy ki mennyi aranyat tud rajta nyerni. Na, de visszatérve akkor a videóra, ugye KPZ 50T vagy Concert B? Minden kettő tankkal gurulni fogunk egy csatát és elmondom az én véleményemet mind a kettőről, úgyhogy mielőtt még belemennénk a csatába, talán, talán kezdek a KPZ-vel. Ugye egy felszerelés setupot igazából mondanék rá, a Sender felszerelés setup, ez a szellőzés, töltés, gyorsító, stabilizátor tökéletes rá, esetleg talán egy, egy turbó, elfér a tankra, de nem annyira lassú, úgyhogy szerintem a, a standard felszereléssel teljesen jók vagytok, úgyhogy guruljunk is az első csatába, és nézzük meg milyen a tank. Egyébként nekem ez a tank, srácok, még gammárkolásra vár, úgyhogy mindenképpen fogok majd még vele játszani, egyébként a második már van meg vele, és alapvetően én uh, nem annyira kedvelem ezt a tankot. Na most ne tévesszem meg senkit, alapvetően ez egy jó tank, Uh, ugye, miért nem szeretem annyira ezt a tankot? Azért nem szeretem, mert én nem szeretem a kevés alfájú, közepes tankokat. És ugye, ha megnézitek, ennek a KPZ-nek ugye 320 az alfa sebzése, és én nem szeretem az ilyen ö, médium tankokat, se az orosz medium tankokat nem szeretem annyira. Inkább szeretem, hogyha egy mednek vagy egy heavy tanknak magasabb a, a, az alfa sebzése. Egyébként az alaplőszer rátütése 268 mm, 310 a hitlőszer rátütése, és 53 mm a robbanó lőszer átütése. Úgyhogy nagyon-nagyon király lőszer kap ez a tank. Jó, a dpm -e, az ágya eléggé pontos, azt hiszem, ilyen 0,29-0,3-as a pontossága, jól szűkül. Ugye alapvetően egy nagyon-nagyon királytank, viszont én úgy, úgy, vagyok vele, hogyha szeretnétek egy KPZ 50T szintű tankot, akkor ha megvásároljátok az e 50 et ami egyébként nem elég lett ugye buffolva, akkor igazából egy... Én vélem szerint egy jobb tankot kaptok, mert ugye, ugye ugyanolyan pontos helyet kaptok, ugye a az e 50 annyi, hogy az alaplőszer átütése az nem annyira gamer az E50-nek, viszont a toronypáncéja szerintem megbízhatóbb, mint ennek a KPZ-nek. Ennek a KPZ-nek is amúgy egész jó a toronypáncélja. Viszont, viszont az E50-nek szerintem jobban tud működni, a testpáncéja is kisebb szintű tankok ellen, úgyhogy alapvetően szerintem, hogyha valaki egy KPZ szintű tankot szeretne, akkor az E50-et tudom ajánlani, de tévedés, tehesség, ez a tank is tökéletesen jó, nézzük el tudjuk-e lőni azt a tankot nem sikerült, na majd a következőnek, egyébként alaptornya van, tehát ha eltalálom, akkor át is ütöm így is van amúgy valósan, na lehet, hogy majd innen vissza kell vonuljak, mivel ugye kevesen vagyunk ezen az oldalon, nézzétek meg, nagyon-nagyon jó, pontos az ágyúja és az is viszonylag gyorsan száll, mert 1478 méter per a száll, ami szerintem nagyon-nagyon király Kérdés, hogy az ellenfélnek amúgy hány médium tank jött el erre az oldalra, majd oda kell figyelnem erre. Nézzétek meg, ott is a type. Csak így remélem nem tudnak hátba lőni, és így viszonylag huldalban vagyok. Én type, néz ki. Tudom, hogy ki akarsz nézni. Gyere type. Hopp. Akkor ez egy nem. Uh -huh. Azon gondolkozom én is, hogy amúgy lemennék oda középre, és akkor viszonylag közel lennék a csapattársaimhoz, mert így nem igazán érzem magam annyira biztonságban, mert egy ilyen standard B meg type ránk esik, akkor annak nem lesz jó vége, illetve még nem láttunk boroskólát sem. Úgyhogy... Lehet, hogy ez nem a legelőnyesebb számunkra. Sárfutúr. Csak egy ágyot lőtt, nincs probléma. Nézzük ki peak megint. Standard B. Hú, uh, az egy nagyon rossz lövés volt. Hagyhatom még volna szűkülni az ágyot egy picit. Az a gond, hogy ugye ők táras tankok, én meg ugye nem. Tehát hiába van jó dpm-em. Alapvetően szerintem erősebbek, mint én. Plusz ugye nekem nincs olyan támogatásom itt igazából egyedül kell megállnom itt a dolgokat. Sárfutúr is jön. Elakadt a lövés a bulldozer vagy én nem tudom mibe. a nehéz tank, de annyira ez engem amúgy nem zavar még. Remélem hogy lefedeznek a csapattársak. Itt próbálok amúgy hódába beállni, és tudtuk pattintani. Valószínűleg a sárfutur majd hátulról jön rám. Én folyamatosan figyelek rá, hogy ne hogy megflenkeljenek, jó, nagyszerű, a csapat az leszupportált minket, elnézek ide, hogy esetleg a sárfutúr tudom ezt potolni. és van, bam, bele tudunk lőni egyet, próbálom megemelni a testemet, hogy ne tudjon könnyen átütni, jó, ő mínusz kettő, tehát még két lőszere van, jó, mi lenne a pussornánk srácok, nagyon-nagyon tolat, egy trekket tudunk neki lőni? Persze, hogy tudunk neki lőni. Lehet, hogy tölt. Lehet, hogy töltem, úgy, mert előttem már két lőszerét. Jó, hát akkor innentől kezdve GG. gigi garázs, a sárfutúrnak. Így is van. Van még egy Type, meg van még egy Standard B itt valahol. Hm? Hát, Ide tudjuk trekkelni? Kis ágyus amúgy a, Type, ezt most nézem. A Standard B-1. Ott azt a Artur-t el tudjuk lőni. Ugye a Standard B-2. Innentől kezdve szerintem amúgy pussolhatok mert a standard B most ugye előtte minden három lőszerét, és ilyenkor ugye nagyon-nagyon alacsony neki a DPM-e. Én nekem meg nagyon magas, úgyhogy rá is vagy, Azt senki nem látta, Ti is láttatok, hogy laggoltam? Ti is láttatok? Az önök borzasztó lövés volt. Ugye nagyjából most lehet neki betöltve egy lőszere. Most, most rám akar jönni, és talán kettőt belém tud lőni. Nyilván ugye fészhágalom, hogy ne tudjon könnyen meglőni. Ez az, gyere! Lehet, hogy őre töltötte három lőszerét, de szerintem csak kettő van neki. De teljesen mindegy, mert mindegy, meg ezt ki tudom firisálni, így is van. És vége is a meccsnek. Na, mi 1800 sebzést össze tudtunk hozni, ezzel hogy nagyon-nagyon örültem uh, ennek a mérkőzésnek. Talán amúgy ebbe a tankban egy picit több hitlőszerem van, mint, uh, mint, szükséges. Úgyhogy lehet, hogy ez majd változtatni fog. De látjátok, alapvetően Nincs ezzel a tankkal semmi probléma. Amikor ki tudod használni a DPM-ét, amikor ki tudod használni a pontos ágyúját és sniperdősz vele, az ilyen felültő csatákban nagyon-nagyon kellemes tud lenni. Viszont vannak azok a csaták, srácok, amikor, amikor sziplán csak kinézel, lősz egyet, az a tag meghalt. Kinézel, lősz egyet, az a tag meghalt. Tudjátok, ezek a tipikus turbó mérkőzések, és úgy érzem, hogy azokra a meccsekre ez az alfa sebzés egyszerűen csak nem elég. Vagy hogy valamikor úgy érzem, hogy nincs visszatartó ereje ennek a tagnak, mert nincs magas alfám. Tehát ha pusolni akarnak, lepusolnak, és kész hiába jó a DP-ben, úgyhogy nagy, nagyjából srácok jó lett ez a, az első kör, úgyhogy a következő körünk a koncept B-vel lesz, és a koncept B-re is ugye felszerelésnek tudom ajánlani a standardet, ilyen szellőzés és stabilizátor, esetleg egy, egy HP boostot tudok ajánlani, ami tud működni, esetleg egy turbót, hogyha mondjuk a field modifikációból kihúzzátok. Ó, oh, tudom még, a field modifikációról akartam beszélni, hogyha valaki megszerzi ezt a tankot, arról szerettem volna gyorsan egy pár mondatot mondani. Ugye a field modifikációból itt talán a az elsőt választanám, tehát amint most van az egér, csak közben amúgy ti nem fogjátok ezt látni, át kell raknom gyorsan a kamerát, így, talán átrakjuk ide, akkor látni fogtok. Tehát én itt nagyjából az elsőt választanám, de itt, hogy nem választotok semmit, akkor, is jók vagytok. Itt a pontosság növelőt választanám mindenképpen a célzókör méretét. szerintem az ö, még jobbá teszi a tankot, még pontosabbá. És ö, itt a következőnél maximális tartás sebesség, felfüggesztése. az... Ennek annál annyira nem szükséges az AC, úgyhogy itt ezt választanám, és kétkörű uh, két látótávból, hmm, mennyi látótávon van is standard 441 méter, hogyha megnövelem, akkor 451, és hogyha elveszek belőle, itt valószínűleg ahogy egyiket sem választanám, mert a két kilométre plusz a maximális sebességhez az annyira nem olyan nagyon, nem olyan muszáj, tehát itt, itt igazából Eredetítek, srácok, hogy ti melyiket szeretnétek, én valószínűleg nem választanám semmit. Tehát itt, val itt vagy az egyest választod, vagy nem válaszol semmit, kettest, itt az egyest, itt pedig személyes preferencia, mit szeretnél látótávot, vagy pedig, vagy, pedig, vagy pedig maximális sebességet. Úgyhogy, és, 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 amit még akartam mondani, hogy szerintem itt hogy amikor itt hozzá lehet adni valamilyen extra slotot a tankhoz, akkor érdemes mondjuk egy, egy ugye választani, és akkor mondjuk egy városi pályán tegyük fel a szellőzést, le tudjátok cserélni fejlesztett edzésre, amivel ugye kevesebbé tudtak megtrekenni illetve több Uh, HP-tok lesz, ami szerintem hasznos tud lenni, vagy a másik úton menve uh, mondjuk egy uh, felderítést adtok hozzá, és mondjuk a szellőzés helyett egy nyitott pályára mondjuk egy távcsövet használtok, és akkor nagyon, -nagyon jó látótávotok lesz, és tudtok spotolni uh, magatoknak. Úgyhogy uh, ez a kettő opció van, amit még ugye szerettem volna mondani. Akkor itt van a Concepted, B. B, és először nézzük meg, hogy mit uh, választunk, és uh, igazából itt az elsőnél Mm, talán a felfüggesztés ellenállóságához adnék hozzá, hogy kevésbé tudjanak letekelni titeket, de ezért cserébe egy picit lassabbak lesznek. Ez olyan, hogy igazából maradhatok, -e, vagy hogy mondjam, nem maradhattok, hanem igazából nem választhatok semmit, akkor is sok vagytok, ugye ezek közül célzókör méretéhez, célzás sebesség, ez, ez, a, a tanga elég gyorsan céloz, úgyhogy szerintem itt a célzókör méretéhez adnám vagy célzókat méretét csökkenteném, de igazából itt is választhatjátok a, a célzás sebesség csökkentés, mert akkor ugye lemegy 1,9-ra célzása. Igazából a személyes preferenciára én, én a szórást csökkenteném ezen a tankon, Uh, ez itt mindenképpen a, a kábítás időtartamához, mínusz, meg a további uh, kábításhoz, ugye uh, adnék bónuszt, vagy nem bónuszt, hanem ugye, hogy ne neletek annyi ideig számban, mert ugye húdaonként nagyon sokat fog titeket lőni az art, és ugye nagyon-nagyon megéri ezt kihúzni. Itt pedig, uh, hát, ez egy nagyon jó kérdés, hogy amúgy melyiket választanám, ugye ugye 7% a mozgás és sebességes célzás sebességhez, vagy pedig a maximális sebességhez. Tehát itt igazából lehet tudjátok dönteni, hogy, hogy lassabbak lesznek egy picit, vagy, vagy egy picivel javítsát, vagy javítjátok az állatokat, és akkor nagyjából visszaosztátok ott a célzás sebességet, amit itt elrontottatok. Talán itt ezt a másodikat választanám, annyi, hogy akkor a tank egy, egy picivel lassabb lesz, nem is picivel. Hmm. Le lehetséges, hogy nem éri meg, mert azt hiszem, 40 km, 49 km per óráról leugrik a sebességetek a maximális 41-re, ami a turbó mérkőzéseknél nem annyira jó, mert én nem biztos, hogy odaértek a, az enemihez. Úgyhogy igazából itt személyes preferencia megint, melyiket választjátok. Le az is egy opció, hogy nem választjátok egyiket se, mert igazából... És uh, nem válaszom egyiket se, akkor váltok, mennyire, mennyire jön 45, és ahhoz képest képes lennék ugye egy picivel kevesebb. Le, lehet még, mégis a, a, másikat választanám, tehát a kettes beállítás, mert igazából igen, itt vissza tudjátok hozni azt, amit az ágyun elrontottatok, vagyis hát a célzási sebességen, és ugye ez azért volt csak 49, mert ez már hozzáadott érték volt, ezt picit elnéztem. 45-ről 41-re az a sebesség különbség az annyira nem tűnik borzasztónak, úgyhogy talán itt talán mégis a, a másikat érdemes ugye kiválasztani. Na de srácok, elég tudom, hogy elég a beszédből, nem vagytok annyira kíváncsiak erre, inkább az, hogy milyen a tank. Ugye alapvetően, amikor én megszereztem a konceptét, az előző rank én azt mondtam, hogy az egyik legjobb tier 9-es tank a játékban, és ezt a mai napig így gondolom, mivel ugye elképesztően jó a tolonypáncél, jó az ágyű nagyon -nagyon kevés rajta a gyenge pont, és a kamerám meg vissza kéne kerüljön a eredeti helyére. Így nagyjából így jó lesz. És amikor pont egy jó hulldalmas pályát kaptunk, úgyhogy reméljük ki tudjuk használni uh, tényleg a tanknak az előnyeit. És tényleg a testpáncél is tud eléggé troll lenni. Igaz, az alváz egy picit gyenge, uh, meg igazából annyira nem egy ilyen szétpáncélozott heavy tank, viszont a, ha egyszer beír a domb mögé, és onnan kell kiszedni, az egy igazi fájdalom tud lenni, mivel ahogy mondtam, nagyon-nagyon kicsi a kupolája. Igazából ezt a részt lehet talán egy pici, uh, a magas hátszítéssel vagy lőtök rá, akkor beütni Um, igazából tényleg egy elképesztően jó on tank. És azt nézem, hogy hányan jönnek erre fel, remélem, hogy többen is már. Mert gond hogyha nem jönnek erre többen, de hogy nézem, megindultak erre jól van. Hogy ki tudjuk majd használni az a, mindenképpen a jó ágyusüledésünket. És ennek a tanknak is nagyon-nagyon jó alaplősz van, 258 mm, nagyon jó alaplősz sebessége, 400 alfája van, <coughs> a hitlőszer is nagyon jó, 310 mm, 400 alfára, a robanó lőszere meg 53 mm, 515 ös alfára, és uh, tényleg az kezelhetőség az egyik legjobb a tierébe. Igazából ezt a tankot úgy tudnám leírni nektek, srácok, mint egy mint, mint, egy phase 1 csak jobb nála minden tekintetben, kevesebb gyenge pont, gyorsabb nála, az ágyúja, jobb, jobbnak érzem az ágyúját a phase 1 úgyhogy igazából minden tekintetben egy jó phase 1 -es. és a phase 1 már alapvetően is egy, egy egészen jó tank volt, úgyhogy képzeltetek, hogy ez a tank mennyire erős. Nézzük a 113 ot amit meg tudom innen, nézzétek, bam, 466-ot lőttem bele, az már az én alfa sebzés, a fos meg kiállt a sebbi közepére és táraz. Értétek, ő, őt nem érdekli, mi történik. El tudja lőni tudtam lőni, csak nem ütöttem be. Jól van, 113, ahogy beállt eléggé defenzív pozícióba. Úgyhogy itt meg kéne próbálnom a többi tankot gémelni. Robbant a feje, ahogy Zsoles mondaná. A, azt a mindent, kiamóra 100 hp hát ez nagyon fontos volt, te mindegy, egy ágyúval kevesebb. És a fézegyes beton az ágyúja mellett, hítlőszerrel. Ó, az art lőtt, bam. Kés! a phase ránk nézett. Azt hiszem, hogy közben hol vannak a médium tankjénk, és a bal oldalt vannak, hogy egy picit hátrébb kell húzzam, és ott jön már ránk a 113. És azt nézem amúgy, hogy bajba vagyunk, nagyon nagy bajba vagyunk, srácok, mert... Mert nincs itt tank mögöttünk, tehát azt hittem, hogy a 140 ide jön, de 140 elment, ment, le, elment lentre. És... És azt nézem, hogy mit tudunk csinálni, de srácok, ez egy vesztes mérkőzés. Ahogy nézem, ezen itt nincs. Nincs, hogy nincs sokáig gondolkodni, ez egy vesztes mérkőzés. Itt őszere ugye nem ütöttem be az oldalát, és hát úgy gondolta a csapat, hogy elmegy a másik oldalra, de a másik oldalat meg nem fogják tudni betolni, mert az ellenfél gyorsabban uh, fogja tudni ezt áttolni. Úgyhogy. Szerintem megyünk még meg egy csatát, egy vágás fogtok majd látni, amikor vége lesz a csatának, és, és akkor majd jövünk vissza a következő csata, és nem jobban sikerül majd a következő csatánk. Itt is vagyunk, srácok. Vége lett a mérkőzésnek, ahogy mondtam, eléggé uh, sikerült kikapnunk. A mi se teljesítettünk a legjobban, úgyhogy igazából nem panaszkodhatok, reméljük a következő csatánk az uh, jobb lesz. Ugye alapvetően úgy um, a pályát tökéletes lett volna nekem, csak ugye az NFL sokkal több tankkal jött ugye be a holdan pozícióba, és, uh, és igazából letoltak minket, tehát nem, nem volt esélyünk eleget lőni. Na de nézzük ezt a mérkőzést, ugye itt játszunk tier 8-as tankok ellen, itt eléggé dominálnunk kéne a csatát, majd mindjárt meglátjuk, hogy, hogy merre is szeretnék menni. Egyébként a heavy öngő fele gondolkozom, a bal oldalán van ennek a pályának, hogy erről az oldalról nézzük. Az elfének is jó sok cooldown tankja van, úgyhogy meglátjuk majd, hogy alakul ez a dolog. Úgyhogy szerintem el is, el is lépek balra. Amúgy srácok, ugye, amikor én megszereztem ezt a tankot, és ugye játszottam vele, akkor úgy gondoltam, hogy ez a tank egy kicsit broken is, és azóta egy picit változott a véleményem, mert erről majd szeretném kérdezni a ti véleményeteket is, hogy ti mit gondoltok erről a tankról. Mert amikor én először játszottam vele, a játékosok nem igazán tudták, hogy hol kell bejutni ezt a tankot, és pattogtak róla össze-vissza, meg tehát olyan szituációkban is ki tudtam jönni, amiből egyáltalán nem lett volna szabad, mert mondjuk rálőttek olyan szögbe az oldalára, ami ugye, ami, ami ugye nem megy be, Uh, illetve a tornyát is olyan helyen lőtték, amit ugye nem tudnak beütni, de amióta most ugye játszom vele újra, az játékosok fölöszörően már megtanulták, hogy hol kell beütni ezt a tankot, és uh, szerintem azért a broken, tehát az abszolút OP kategóriából lejebb raknám egy, -egy nagyon kiváló tankát, tehát még mindig-mindig egy elképesztően jó tank, uh, csak azt mondanám, hogy mondjuk nem túlságosan OP, de erről kíváncsi lennék a ti véleményekre is, hogy, hogy amúgy ti mit gondoltok erről a tankról, mert uh, lehet, hogy csak én érzem mondjuk Uh, így, lehet, hogy ti azt mondjátok, hogy elit jó, de ellene, amúgy átszönöm, hogy tök szar meg ilyenek. Úgyhogy, hogy uh, gondolkozok, amúgy előre menjek, de ő kapott egy lövést. Mm. Bátrak legyünk. Bátrak a szerencse. Mm. Progetto minusz egy. progettót szeretném amúgy mindenképpen kifinisálni. Kés, nem probléma. Nézzük, lövi az alvázamat, nem tudta. progettó valószínűleg meg fog halni, megöljük mi, nem? Sajnos mellé lőttem. Viszont azt a... Protót azt amúgy legévelni minden? Jó, a torony, vagy az ágyú mellett ugye belőhető, azért figyelek a dupla tankra is, hogy ne tudjon minket belőni. Protóval megpróbáltam lőni egyet, de eléggé snapshot volt, úgyhogy nem ment be. Eljövök kicsit jobb rá, innen elvileg meg tudom lőni a trekét. Így is van. Van javítója, úgyhogy ezt el is használta. Talán betöltök. Így is van. Pontosan betöltöttem, uh, úgy közben látom az az LC-t, de ugye kifiniselték. És most van az, hogy valahogy le kéne pusolnunk a kollégákat. Hm? Kés. Tudom hol van amúgy a srác, valahol abba a bokorba. kicsit tévedtem csak. De nem, amúgy meg tudjuk lőni. Aha, most már futsz mi? Jó, és tudtuk lőni. Nézzétek, meg, hogy az ágyú nagyon jól viselkedik. Én nagyon-nagyon szeretem ezt az ágyút. Ezt ki tudjuk lőni. D-9-es tankot lőjünk is ki, és akkor innentől kezdve már csak a Liberte van hátra. A libertét meglőttük, az estervéka, ugye látom, jobb oldalt rám akar lőni, úgyhogy gyors fedezékbe is megyek. És srácok, most meg mi. Uh, róloljuk át a zenemit, és, uh, és igazából átmenjünk a zenemin úgy, hogy nem is kérdezzük meg a nevüket. Lövünk egyet hátha, el tudjuk lőni, nézzük ki píkelnek a rámom. A kollégák. Minusz egy. A standard B. Zából nyugodtan mehetek előre, mert Igazából innentől kezdve már csak az, az, a kérdés, hogy mennyire tudjuk őket lefarmolni. Tehát mindegyik flenket abszolút megnyertük. Becélozzuk, pam, bel is lőünk egyet. Ő, ha most a belénk lő egyet, az nyilván nem számít, mert igazából itt már csak farmolgatnunk kell a HP-t. lők ebbe az STRVK-ba. Úgyhogy nyomjuk neki a duplavét ezerrel, hogy még odaérjünk valami sebzésre. Őt kilőtték, Oké, okay, és talán még egy kettő tudunk lőni ebbe a meccsbe. Egy, a ah, elég unfortunate, mellé ment a lövésünk, de talán még egyet tudunk lőni arra a heavy tankra. Így is van, és van még itt egy boros kóla, meg egy standard B a sarokban. Talán ezekbe lehetne lőni még egyet. Na, nézzük, odaérünk-e. Bam, így is van, gyorsan még le tudtuk lopni a killt. Három kill végeztünk, és 3.900 sebzéssel. Uh, igazából volt egy pár lövés, amit elrontottam, ez lehetett volna simán 4.000 fölötti sebzés, de igazából elrontottam a lövéseket, úgyhogy nem panaszkodhatok. Úgyhogy, srácok, igazából a kérdés a Tudom, hogy mindenkinek az a kérdése, hogy uh, hogy melyik tank a jobb, de mindenképpen szerettem volna mind a mutatni egy csatát, hogy uh, nagyjából hogy is néznek ki, mit is tudnak uh, ezek a tankok. És én az én tanácsom, illetve az én tapasztalatom az az, hogy a Concept B az egy jobb választás azért, mert a KPZ egy jó tank, de igazából, hogy Tech is ki tudtok venni hasonló ö, jó tankot, és ö, sőt, még szerintem jobbat is. Viszont a Concept B én úgy gondolom, hogy ez egyik, ha nem a legjobb ö, nehéz tank jelenleg a játékban, a 9-ben. Nem sok ehhez hasonlót tudtok ö, kapni, Tehát a, hogy mondjam, a fézegyes 1 az már hasonló a jó, de ugye az, ez a tank gyorsabb nála, jobb az jobba jobb a páncéja, tehát olyan, mint egy buffolt fézegyes, és a fézegyes 1 olyan volt, mint egy uh, buffolt M103 vagy mondjuk bármilyen uh, huldalnos tank, úgyhogy ez én személyes véleményem szerint a, mindenképpen a koncept B-t vegyétek ki, uh, mert igazából ez egy ilyen heavy-medium hibrid, és szerintem nagyon-nagyon jó köröket lehet vele gurulni. De kíváncsiak a ti véleményetekre is srácok, hogy ti mit gondoltok erről a két tankról, hogy nektek melyik tetszik jobban, melyiket szeretnétek megszerezni, és amúgy megszerzitek-e, tehát nyomjátok a rankedet azért, hogy meg tudjátok csinálni, és ha igen, akkor hogy álltok vele. Úgyhogy srácok, köszöntöm nektek a figyelmet, ha tetszett ez a videó, egy lájkkal tudjátok nekem elezni, komment bírjátok le, amit az előbb mondtam, illetve egy feliratkozással nem maradtok le a következő videókról, és hogyha élőben is szeretnétek látni, akkor a Twitch megtaláljátok lent a leírásban, és még egyszer srácok, jelentkezitek a versenyre, lehet jó sok aranyat nyerni rajta, úgyhogy a link az le lesz a leírásban. Úgyhogy srácok, köszönöm nektek a figyelmet, én tankét voltam, a következő videóban találkozunk. Sziasztok!